Az elmúlt hétvégén Székesfehérvár adott otthont a csapatbajnokság döntőjének, amelyen a szakosztályok önállóan vagy maximum hárman összefogva indíthattak csapatot. A 18 egyesület közel 500 atlétáját felvonultató viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum DSC-DSI vegyes csapat a harmadik helyen végzett, a győztes Honvéd Újpest duó, valamint a második Gödöllő Beasz Ikarusz trió mögött. A nyíregyháziak közül a magasugró Bakosi Péter, a gyalogló Herebrant Máté, a súlylökő Kerekes László, a diszkoszvető Szikszai Róbert, valamint a 4x400-as női váltó tagjaként Palástyi Luca, Osváth Krisztina és Guba Lilián állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az eredmények többsége az idény végének megfelelő volt. Az eredményekkel túlságosan nem büszkélkedhetünk, de nem csak mi, hanem a többi szakosztály sem, hiszen egy elég hosszú versenyidőszak végén vagyunk, május elején kezdődött, és most szeptember közepe van már, és valóban fáradtak voltak a versenyzők. Azok tudták tartani a formájukat, akik a világversenyekről mostanában jöttek haza, ők még mindig jó eredményeket tudtak produkálni. A felnőtt CB döntővel egy időben rendezték meg a serdülők csapatbajnoki döntőjét, amelyen nagyszerűen szerepeltek a nyíregyházi fiatalok. Nagy öröm számomra, hogy ugye ez a verseny együtt volt a serdülők csapatbajnokságával is, és ott a fiúk a várakozáson felül teljesítettek, hiszen ott második helyet értek el. Itt emelnénk ki Leveleki Bencét, aki távolugrásban igen jó eredménnyel, majdnem egyéni csúccsal, 6 méter 92 cm-re győzött, illetve ötösugrásban majdnem 20 métert ugrott, volt is egy belépett 20 méter fölött ugrása. Ezek kiváló eredmények, és hát ott is a többi szakág képviselői segítették a csapatot, hogy a második helyet elérjék. A nyíregyházi atléták közül a dobók szeptember 26-án még elindulnak saját rendezésű idényzáró versenyükön, a többiek pedig néhány hét pihenőt kapnak. Októberben aztán elkezdődik a felkészülés a 2016-os szezonra.